Hello srácok, sziasztok, Dani vagyok, és itt vagyunk egy következő videóban, ahol most nem más lesz, mint a húsvéti nyuszit fogjuk lecsekkolni. Annyit tudnotok kell, hogy ezt a videót én alapból hétfőre szántam volna, de most ezt ugye hétfőn veszem fel, és a mai napon, ami amúgy nektek most itt tegnap lesz, hogyha ezt a videót látjátok, na mindegy, akkor ugye Mr. Bean zártuk be. Hát bocsi srácok, kicsikét így ellett így napolva ez a videó, de még a húsvét alkalmából egy utólag akkor ezt a videót így kirakom szerintem nektek. Na, srácok, akkor húsvéti nyuszikát fogjuk megkeresni, vagyis hát a bázisát, vagyis hát ja, hogy mégiscsak mire számíthatunk így tőle, azért mégiscsak szerintem titeket is érdekelhet. És hát akkor ugye keresünk, vágunk egy kis cuccot, és akkor szépen neki is indulunk a bulinak. Na, crafting table, királyság, amúgy így utólag boldog húsvétot mindenkinek, de szerintem ezt már párszor úgymond így elmondtam. Ó, ott egy chest. A előző videóban is talán szerintem kívántam már nektek húsvétot, de nem emlékszek rá. Ebben van kaja, meg húsvéti tojás kapunk. Ó, királyság, jó, rendben van. Csinálok akkor egy facsárkányt. Nem tudom, hogy ilyen ládából még lesz-e. Vagy nem. És így ennyi így az összes, vagy hogy egyáltalán hogyan fogjuk tudni megtalálni a húsvéti nyulat. Itt vagyunk egy kis erdőben, ahol azért mégiscsak gondolom, hogy sok nyusz lehet rajta kívül is, nem csak a húsvéti nyúl tartózkodhat így ilyen erdőkben, de hát meglátjuk. Azt tudom, hogy mi egyáltalán annyira különleges a húsvéti nyúlban, hogy egyáltalán máshogy néz ki vajon ott, mint a többi nyúl, vagy nem. Ez majd ki fog derülni. Nem kell ezen előre stresszelni, tudjátok srácok, hogy általában mindig úgy hozza a sors, hogy azért kiderül ez a probléma, ja. Na, csináltunk egy kardot, nagyon királyság. Amúgy bocs, hogy egy kicsikét most nem annyira olyan vidám, vagy nem tudom milyen hangom van, de konkrétan egy olyan 20 perce keltem fel, ilyen kis délutáni alvásom volt, mert sajnos este nem nagyon aludtam sokat. Na, most mit kéne nekem keresni? Ott is ott egy láda, srácok. Lol, és itt is itt van egy láda, jó. Akkor értem, tehát szerintem a ládák irányába kéne nekem mennem, de nem vagyok benne. Aha, és ott van mögötte, ott is egy láda. Na, akkor a ládákat kéne szerintem, srácok, követnünk. Nem tudom, hogy mennyi tojás fogunk így összegyűjteni, vagy ez a tojás amúgy így ehető lesz-e vajon, vagy amúgy egyáltalán nem, de hol volt a láda? Itt volt a láda. De hát, figyeljetek, ettől szép a videó, hogy majd a végén úgyis ki fog derülni. Ó, ott egy gomba. Ja, jó, oké. Azt hittem, hogy abban a gombában fog lakni. Vagy mi? Ha bátor vagy. Ó, oké, hát bátor vagyok. Király. Most ez miért kellett bátornak lenni? Hogy most oda nyúljak a chestért. Na mindegy. Felmászok akkor a gombán. Itt fenn is volt ugye egy igen. És itt egy stone. Ez a stone, nem tudom, hogy ez egy... Ó, ott egy malac. Az nem tudom, hogy az viszont ott egy... Aha. Oké, ez a stone, ez egy izé volt. Ez egy nyom volt, hogy a fa tetején is ott lesz. Igen. Jó, ott is ott egy chest. Na várjatok, közben kajálni kéne. Ez így egész jól indul, halljátok, hogy így izé. Hogy így amúgy így... Most tudjuk, hogy így merre kell menni akkor legalább. De nem tudom, hogy vajon ezeknek a végén ott lesz-e a nyuszi, vagy nem. Na most merre? Oké, ott van, oké. Jól van. Mégiscsak kiderült. Na, de! Istenem, leestem, jó, nagyszerű. Jó, visszamászunk, nyugi srácok. Királyság. Jó, menjünk akkor szépen tovább. Itt is itt van. Na már van nálunk már, vagy mennyi? Nagyon sok. Van nálunk már 16 plusz 11, az 27 darab. Na, ott is ott van egy királyság. Nagyon szere... húsvéti tojás. Élesség 10, és nagyon sok tojás. Na, hát köszi szépen, nyuszi. Nem tudom, hogy ő itt van-e. Hogy ennyi tojást tolt nekem. Jó, mindegy, így tovább nézek így egyenesen, hogy itt valami. Semmi? Ez lenne így az utolsó, szerintetek? Na várjatok, felmegyek erre a hegyre így körbenézni. Hát nem látok itt nagyon semmit. Aha! Ott van! Ott van a nyuszi, srácok. Mit csinál? Nézzük meg, várjatok. Innen így, aha. Répa. Hát a malacoknak ad, ahogy látom, répát. Ennyi? De hát ő is szereti a répát, akkor miért ad a malacoknak répát? Na várjatok, egy kicsikét közelebb megyek. Azt a mennyi nyuszi! Úristen, mennyi nyuszi! Azt nem is láttam, azt a srácok! Hát akkor...
Azt a... jó. Jó, rendben, nem tudom, hogy közelebb merjek-e menni, vagy... Vagy... nem... lát engem szerintem. Hello! Hello! Szia! Nem akarok bántani, szia! Gyere ide! Gyere ide, nyuszi! Félek egy kicsikét azért a sok nyuszitól. Szia! Ó, ő is kapott répát. Megsimogatom. Szia, szép nyuszi vagy. Jó sok nyulad van, kedves húsvéti nyúl, nyuszi. De örvendek, hogy találkoztunk. Na, ezeket így kiütögetjük. Még megtisztítlak téged a sok gaztól. Szia, Dani! Hát, te mi áradban erre? Meg akartlak téged találni, és találkoztam a csesztjeiddel. És találtam egy csomó húsvéti tojást, ami tök király. Van nálam egy csomó, várja, nem tudom mennyi. Most így 16 plusz, 16 plusz, 16 plusz 5. Tök sok, nagyon-nagyon sok izén van húsvéti tojásom, és... nem tudom, hogy érdekel engem, hogy mi az a sok nyúl itt. Tehát, hogy így, hogy. Mondjuk értem, hogy a barátaid, és gondolom nekik is akarsz azért egy kis izét. Ügyes vagy, de ugye tudod, hogy én ma vagyok utoljára itt. Miért vagy ma utoljára? Ja, mert utolsó húsvéti nap, ugye? Igen, hát, ja, ez eléggé szomorú, és ilyenkor te amúgy hova mész? Hogyha szabad tudnom. Srácok, szerintetek amúgy ilyenkor hova mehetsz a húsvéti nyúl? Tehát, hogy most itt van oké, hogy izé húsvét vasárnap, meg hétfő, és azután meg elmegy az északi sarkra a titkos bázisba, akkor te, akkor értem, tehát olyan vagy, mint a Mikulás ilyen hideget tájakra mész. Hát oké, és esetleg amúgy nem akarod egyszer bemutatni a titkos bázisodat, mert amúgy szerintem érdekelne engem is, meg a nézőimet is. Amúgy mit is kérdeztél a többi nyusziról? Hát hogy van itt ennyi nyuszi? Mert most így érted, tudom, hogy te jobban vagy a nyulakkal, meg minden, csak na, azt meg kell találd. Mit kell megtalálnom? Ja, hogy a bázist, értem. Ja, jó, oké. Jó, mindegy. Srácok, hogyha azt akarjátok, hogy megtaláljuk majd a ilyen szuper titkos bázisát, akkor azt hát jelzétek egy lájkkal, meg komment szekcióban. De hát ez így eléggé, hogy is mondjam. Azt hittem, hogy neked valahol itt lesz a bázisod, és akkor egyben meg tudjuk keresni. Hát igazából azért vannak itt a nyulak, mert ők a családom. És kijöttünk a rétre játszani. Aha! Értem. És játsztok veletek? Igen? Adj egy répát nekem is. Jó, oké, köszi. Gyertek, nyulak! Gyertek! Játék van! Jaj, mennyien vannak. Gyertek! Gyertek, nyuszik! Úristen, mennyien követnek. Gyertek, szegények, beragadtak a vízbe, meg fognak fulladni, nyuszi. Gyere ki! Gyertek ki! És mondjuk mindegy, úszkálnak. Ó, szegény. Úgyis nyár van, hadd úszkáljanak. Hát jól van, nyuszi. Igazából... akkor nem tudom, még miről tudnánk veled beszélni? Meg mit tudnék tőled kérdezni, már se tudom. Tessék, várjál, odaadom valamelyik nyúlnak. Melyik nyúl néz ki a legjobban? Még ez a fekete, tessék, fekete nyuszi, ő már szívezés engem. Jaj, srácok. Azért nem tudom, egy kicsikét most csalódott vagyok, azt hittem, hogy meg fogom találni. Hát, körbevezesselek a réten? Hát, nem tudom, nincs itt semmi házad, vagy valami. Semmi? Merre szoktál menni az északi sark fele? Arra? Aha, arra fele. Jó, rendben, hát akkor valamelyik videómban mindenféleképpen el fogok nézni oda, és megpróbálok majd megkeresni. És hát, ja, a tojásokat pedig köszi, ezeket majd megtartom is szuvenírként, úgy legyen, hát ja, végül is. Remélem, hogy azért. Nem úgy nagyon titkos az a bázis, vagy annyira nem? Nem? Oké, rendben van, hát akkor mindenféleképpen majd megpróbálom megkeresni. Hát, húsvét a nyuszi, nagyon szépen köszi, hogy így akkor megajándékoztál ilyen kis tojásokkal. Srácok, nem tudom, hogy nektek tetszett-e ez a videó, vagy örültök, hogy ennyire sok király húsvéti cuccot szereztünk, ilyen élesség 10-es húsvéti ízét is. Bocsi, gyere a vízbe, nyuszi. Bocsi, nem akartam, csak tesztelni akartam, ne, húsvéti nyuszi, kérlek, ne, léci ne bánts, nem akarom, hogy így legyen vége nyuszi, ne, léci, srácok, nem akartam, nem már, nem láttam, hogy van rajta szikra, én azt hittem, hogy csak valami kis hátralökésről, hogy megvicceljem, nem már, nyuszi, hagyd békén,
Léci, léci, béke, béke. Nyugi, béke és szeretet. Igen, team, na. Jó van. Bocsi, tényleg, jó? Na, tessék, kapsz kaját, hogy hílelődj meg minden. Istenem. Jaj, szegény nyuszi. Na jó, a srácok, hát... megbocsátok, most ez egyszer jó, rendben van. Na, srácok, nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, hogyha tetszett, akkor csapjatok egy legdős, iratkozzatok fel a csatornára, és nagyon szépen köszönöm a nagy csatornámon a 25 ezer feliratkozót, ami már tényleg nagyon király, és ezen a csatornán pedig lassacskán, szép lassan már a 3000 is el fog érődni, és azt is nagyon köszi. Na srácok, ki leszünk ugye a Győri Play IT-n, csekkoljátok le a nagy csatimat, csekkoljátok le az MC Shopot, csekkoljátok le a Mindside-ot, nagyon sok lecsekkolni való van. Én Dani voltam, és köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!